karácsonyról nem lehet eleget beszélni, nem lehet vele eleget foglalkozni, meg a jó érzés is, nem el készülni hetekkel az ünnep előtt a karácsonyra, és nem is csak az a lényeg, hogy itt a fát meg az asztalt feldíszítsük, hanem az egész lakást karácsonyi hangulatba lehet hozni mondjuk december 24-ére. Itt, ebbe a térbe most még azt mondanám, hogy ezen még lehet azért alakítani, ugye? Bármi is lehet, igen, még húsvét is. És alig, hanem te mindig egy párnákat szoktál egy elővenni, és akkor az a bármit átalakítasz, itt mi fog történni? Hát kezdjük ez a párnákkal először. Ugye pont amit mondtál, hogy a maga a szenteste meg a karácsony olyan hamar elmúlik, de mégis ez a kedvenc ünnepünk, és ezért nagyon szeretjük várni, és ahogy az advent is mondja, hát végülis lépésről lépésre öltöztetjük díszbe lelkünket, nem és a lakást cél a lényeg, is. Nem is a cél, az út maga. Igen, tehát megkezdhetjük már most is ünnepélyesebbé tenni a lakást, tehát nemesebb anyagokat használni, fényesebb felületeket, vagy értékesebb felületeket. Úgyhogy én például javaslom, hogy ennél a helyzetnél például levesszük a két párnát, a két első párnát, és azt mondjuk kicseréljük egy műszörmére, esetleg még egy réteg puha műszörmét rádobunk az ágyra, és már is emelkedettebb, hívogatóbb a végeredmény. Én az én férfi eszközeimmel ezt csak így ráhánynám az egészet az ágyra, de legalábbis biztos nem tudnám úgy elhelyezni, hogy te csinálod, úgyhogy most jöjjön a nagy pillanat, mert ez is, és egy tudomány egyébként, hogy te ezeket a dolgokat itt elhelyezed, mondjuk ezt a szőrös párnát gondolom valahova. Igen, a szőrös párnák azok ide jönnek, mert az méltó, igen, méltó párja ennek a királykéknek. Na, igen. És hát nem jársz messze a valóságtól, mert ezeket a plusz rétegeket, amit így az ágyra rádobunk, ez a neve is mondja, hogy ez egy átdobó, tehát ugye ez csak egy ilyen plusz réteget képez, és akkor attól függően, hogy kinek milyen a vérmérséklet, ezt lehet aszimmetrikusan is így elhelyezni. Ja, hogy akkor ez te, akár így. Na, én pont igen, így csináltam volna, csak nem tudatosan. Igen, na mindegy, de elhisszük neked, tehát hogy ezzel már egy kicsit, hát itt még lehet javítani valamit a helyzeten, de hogy alapvetően ez így egy... Amikor hazajed a juhász munkából, és ledobja a felszerelését, az pont ilyen. Jó, és akkor még ezt így ide, nem? Igen. Akkor ez már itt egy teljes karácsony, mert csak egy zene kéne, meg itt egy kis buli imitáció is van. Igen, hát a buli helyett ott imitáljunk valami más, ugye ott látunk egy ilyen enteriőről. Már mint ezt pulinak mondtam. Buli imitáció. Azt hittem buli imitáció. Tehát itt látunk egy enteriőr részletet. Itt például egy az ünnepre utaló párnával például elég sokat tehetünk így az ügy érdekében, illetve hát nyilván meg kell, hogy jelenjen lassan az adventi koszorú is. Na, azt én is elvettem volna, és akkor mit teszünk oda? És fogadjuk, hogy nem valami szimpla adventi koszorú. Hát nekem az adventi koszorú az mindig egy nagy kérdés, én rettegek, hogy felgyújtom a lakást. Úgyhogy csináltam egy ilyen kicsit skandináv stílusú, ám de minimál. És tűzbiztos. Amúgy az előbb ezt néztem, és azt gondoltam, hogy ebből majd jó kipakolsz. De hogy ez így, ez már maga a kompozíció. A kompozíció. De tényleg, igen. Így, hogy megnézem, hogy égjenek a gyertyák, ez tökéletes. Nyilván lehet ezt hagyományosabb módon is megoldani, tehát mondjuk ha tobozt raksz bele, vagy fenyőágat, akkor egy kicsit hétköznapibb a végeredmény. Az adventi koszorú ősét 1839-ben egy német evangélikus lelkész készítette, aki egy felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, és minden nap egyel többet gyújtott meg karácsonyig. Az adventi koszorú ma is hétről hétre a közelgő ünnepre emlékeztet. Na, és akkor ezzel a kis mini lottó sorsolós gömbbel Móni teljesítette a karácsonyi kompozíciónkat, tehát néhány szörmével, párnákkal, meg ilyen kreatívabb adventi koszorúval. Elkezdhetünk készülni a karácsonyra már jóval az ünnep előtt.